Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket! A Bicskei Tornaklub saját beruházásában nemrég elkészült Lajtaház kulturális központban zárták sportolóink a 2023 esztendőt. December 8-án pénteken 150 utánpótlás, 9-én szombaton pedig 140 felnőtt sportoló, valamint sportszakember alkalmazott és tisztségviselő vett részt a rendezvényeinken. Ezúttal külön asztalt kaptak a Bicskei Tigers szurkolói csoport jelenlévő tagjai, valamint a hőséges egyéni törzszurkolók, sőt a BTC öregfiúk is. Teszeli Zoltán a létesítmény bemutatását követően elmondta, hogy a BTC család végre tényleg családként működik, és további erőfeszítésekkel elérhetjük céljainkat mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás korosztályokban. Ezúttal is oklevél díjazásban részesültek az őszi idény legjobbjai, valamint a pályafenntartásban évek óta magas színvonalon dolgozó kollégáink. Külön köszöntöttük századosainkat, a 150 BTC mérkőzésen közreműködő Józsa Miklós kapusedzőt, valamint a 100-100 meccses Csordás Csaba szakmai igazgatót és Király Dávid asszisztens edzőt. Világbajnoki sikereért minifutball VB bronzérmes Bozsok Imrét és a világbajnok erőemelő Hajos Norbertet tapsoltuk meg. Rövid beszédet mondott Sóron Tibor csapatkapitány, Csordás Csaba szakmai igazgató és Nagy Attila vezérszurkoló is. Kis Levente harmonika művész gyönyörű dallamokat szólaltatott meg hangszerén, finom falatokkal afogadó, italokkal pedig a szép laki gasztró szolgált. Emlékezetes esték voltak, sikerült ráhangolódni az évvégi ünnepökre és az új esztendő feladataira. Végezetül a Bicskei Tornaklub öregfiúi legendái nevében mondok köszönetet a Bicskei Tornaklub vezetőségének és annak a vezetőjének, Teszeli Zoltán úrnak, hogy egész évben a díszvendégei lehettünk a BTC NB3-ban szereplő labdarúgó csapatunk bajnoki és kupa mérkőzésein. Hálánkat fejezzük ki azért is, hogy meghívtak és vendégül láttak bennünket ebben az impozáns és nagyszerű épületben, ezen a nagy sikerű rendezvényen. Az igazi nagy családban mi is jól éreztük magunkat, visszaemlékezve az aktív játékos éveinkre és közelebbről is megismerve napjaink kiváló labdarúgóit és azok vezetőit. Gratulálunk Teszeli Zoltán elnök úrnak, hogy az irányításával ilyen magas rangra emelte a Bicskei Sportegyesületet, és kívánunk az egész Bicskei Sporttársadalom nevében mondhatom azt, hogy az Egyesület minden csoportjának és dolgozójának nagyon sok sikert és ahhoz erőt, egészséget, valamint a közelgő ünnepek alkalmából mindenkinek kellemes, meghitt, áldott, békés karácsony és sikerekben gazdag, boldog új évet. Ennyi bevezető után a mai összeállításomban azokkal a nyilatkozatokkal jövök, amelyet vállaltak az illetékesek, hogy elmondják véleményüket a csapataik őszi teljesítményéről és a sportegyesület működéséről. Összeállításomhoz kellemes kikapcsolódást kívánok! Gratulálok először is az őszi teljesítményedhez. Egy rövid értékelést hallhatnánk a csapat szereplésével kapcsolatban? Igen, azt gondolom, hogy az elvárásokat kicsit túl tudtuk teljesíteni ezzel az eredménnyel, még hogyha nem is feltétlenül most a dobogon telelünk, de azt gondolom, hogy amit lehetett, azt kihoztuk ebből a szezonból. Nyilván ott volt egy meccses széria, ami nem sikerült túl jól, de abból most ez nyilván csapat erejét mutatja, hogy abból fel tudtunk úgy állni, ezért csináltunk egy 9 meccses veretlenségi sorozatot. Nyilván ott a 5 meccsen, hogyha tudtunk volna a pontokat csipegetni egy kicsivel többet, akkor jobban is kinézhetett volna ez az ősz, de azt gondolom, hogy összességében ez bíztató a tavaszra, és most nem is feltétlen ezt a 4. helyet kell nézni, hanem azt, hogy ott vagyunk 6 pontra az első helytől. Nagyon közel vagyunk a dobogóhoz, úgyhogy azt mondom, hogy szép tavasz elé nézhetünk. Dani, te szerinted mi kell ahhoz, hogy a célkitűzést elérjük, az első háromban való végzést? Meg lesz ez, és mi kell ahhoz, hogy az őszi teljesítményünk javuljon tavasszal? Hát most ezt így nyilván nehéz előre. Nem fog beleférni, hogy legyen egy ilyen hosszabb széria, ami ilyen eredménytelenül megy. Nyilván azért kiegyensúlyozott a teljesítmény kell, hogyha összességében nézzük, de nyilván egységes a csapat, szóval ezek fontos dolgok. Nyilván a taktikai dolgok is, hogyha rendben lesznek, meg megvalósítjuk a pályán, akkor azt mondom, hogy a dobogó mindenki, aztán nyilván meccsről meccsre haladunk, mindig, hogyha a következővel foglalkozunk. Most jó, hogy vannak ilyen hosszú távú célok, de tényleg mindig az lesz a legfontosabb, hogy a következő meccset meg tudjuk nyerni, és
akkor azt mondom, hogy akár merészszabat is lehet álmodni. Dani, most leigazoltuk a Tisztel Patrikot, te mit vársz, hiszen gondolom, hogy ismered a Patrikot, mit vársz az ő játékát, hogy jelentősen megerősödünk tavasszal? Hát sok gólt várok tőle. Helyes. Te rúgtál 4 gólt, hogyan emlékszel vissza ezekre a gólokra? Hát inkább ilyen pontrúgás utáni szituációk voltak, vagy felesett, most szerencsére egész jól alakult. Melyik volt a legfontosabb számodra? A legfontosabb? Hát azt mondom, hogy így összességében nézve talán a Füredi volt az, ami ott azért eléggé akadozott a játék, viszonylag jó kor született, úgyhogy én azt emelném ki, ami úgy nagyon fontos volt. Nyilván a Komárom is jókor jött, de ott a végén sajnos kaptunk egy gólt, úgy döntetlen lett, úgyhogy talán ezek a többi azért viszonylag simán meccs volt. Az ősz góljára tudnál tippelni? Melyik volt az ősz legnagyobb gólja, és melyik volt a legszebb gólja? Ez most fogós kérdés, így végig gondolva. Talán Patyónak volt egy nagy bombája, ami szép volt nagyon. Igen. Azt mondanám, hogy az volt az ősz gólja. És a legszebb? A legszebb. Hát. Savanya Ferinek az a sárkazásos gólja nem volt szép? Hát szép volt, de nekem nem volt. Jó, akkor mit vársz a tavaszi folytatástól röviden? Hát mindenképpen az, hogy egy stabil, kiegyensúlyozott játékunk legyen, és akkor meglátjuk, hogy ez a végére mennyire lesz elég. Én nyilván azt gondolom, hogy a dobogó mindenképp meg lesz ezzel a teljesítményen, de reméljük, hogy komolyabb cél. Dani, köszönöm szépen a beszélgetést, kellemes karácsony, boldog új évet kívánok, és sok sikert a csapatunknak. Köszönjük szépen, és kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszönjük. Én nagyon büszke vagyok a fiainkra. Igen. És az összes, az egész stábra. Igen. Aki ebben dolgozott, tényleg büszke vagyok rájuk, és én azt gondolom, hogy még van bennük több, tehát hogy nem mondom, hogy első, de hogy az első háromba bennük akarok. Monika, milyen a hangulat, mit tapasztalsz itt a évzáron? Szerintem kellemes, jó hangulat van, lenyűgöző a létesítmény. Gratulálok a kivitelezés összefogójának, vagy felelősségnek. Igen. Tudom, hogy sok nehézséget kellett leküzdeni, de nekem nagyon tetszik ez a létesítmény, és rengeteg csodálatos esemény lesz itt ebben. Biztos vagyok, hogy mindenkinek tetszeni fog. Monika, te kim voltál minden őszi mérkőzésen. Hogyan tetszettek a mérkőzések és annak a hangulatai? Nekem egy kikapcsolódás. Hát én, mint aki nem értek a focihoz, szoktam mondani, hogy az esélytelenek nyugalmával formálok véleményt róla. Egész egyszerűen tényleg egy jó hangulatú csapat. Tehát a büfétől, a lelátóig, a rendezőkön egy nagy összefogó család vagyunk. És most milyen napjainkban a buszprogramot elkészíteni odahaza neked? Hát nem bonyolult. Nem bonyolult? Ez a feladatom, ez a dolgom. Sok programja van a buszvezetőknek? A buszvezetőknek? Igen. Azért, amikor a szezon közepe van, akkor még külsős igen. buszt is kell hívnunk, hogy meg tudjuk oldani az adott hétnek a feladatait. Gratulálok a buszvezetőnek, hogy balesetmentesen vezették az egész évet. Neked meg a munkához további sok sikert, kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok. Én is kívánok mindenkinek egy áldott békés karácsonyt. Köszönöm szépen. Kérem. Gratulálok az őszi teljesítményetekhez. Külön-külön hogyan tudnátok értékelni ezt az őszi szezont? Szabocs? Én azt gondolom, hogy jól kezdtük az őszi szezont, aztán volt egy kis megtorpanás, de szerintem jól kijött a csapat ebből a gödörből, és azóta pedig jó teljesítmény volt egyénileg és csapatszinten is az egész klub. Patrik, te hogy tudnád értékelni? Mindent elmondott egyébként. De te saját szavaiddal? Még annyi, hogy a, és nyilván a vége vereség lett, de azt gondolom, hogy büszkék lehetünk erre az őszi szezonra. A Tisztel Patrik leigazolásával erősödünk szerintetek? Mindenképpen. Igen. Mit vártok attól, hogy jön a Patrik, hiszen egy gólerős támadó? Hát azt, amit Gyurivel mondta, igen. A gólokat. És akkor most jelenleg negyedik helyen vagyunk, tudunk lépni egy-két helyet? A végeredménynél, a végelszámolásnál? Ez a célunk mindenképpen, a dobogó feltétlenül. Jó. De én azt gondolom, hogy mindig a következő meccsre kell koncentrálni, nem szabad távolabb jövőt nézni. Jó, de most lezártunk egy őszi szezon. Miben kell változnunk ahhoz, hogy ennél még jobban szerepeljünk, és lépjünk egy-két helyet a tabellán? Egy meccset megnyerni. Nagyon egyszerű. Szabi? Hát többet kell rúgni, mint az ellenfél, és akkor
Szerintem jók leszünk. Szabi, mesélj a góljaidre, így a szíves. Volt egy csornán, amit elvettek. Igen? De ez nagyon szép volt, bal lábbal lőtted a jobb alsó sarokba, a másik. A másik pedig Tatabánya ellen volt egy 11-es gól. Kapus, de az a vezettünk, ha jól tudom. Nem, az a szép. Az a szépítő gól volt? Igen. Jó, akkor mit ígész, hogy Tatabányán rúgsz egy ugyanilyen gól, de az a győztes lesz? A győztes lesz. Helyes. Patik, te a góljaidra, te hogy emlékszel rá? Sopronnak. Egy távoli, nem tudom Gyuri van, annyira emlékszik. Igen? Mennyire rúgtad? Nem volt messze, 16-17. 16-ról. Szerencsém volt csak. Akkor mondjátok el, a Szabos, te mondd el, hogy a ősz legnagyobb gólját kilőtte. Hát aki melletted áll? Hát ő. Nem. Hát azért te mondjál valami. Budafokon edzőmeccsen, ő rúgta. Nem az edzőmeccsen, bajnokiról beszélünk. Hát szerintem Patya. Patya szerintem is. Patya, ki volt a ősz legnagyobb gólszerzője? Gyuri Bájén a Soron Timit mondanám a Veszprém ellenit. A Veszprém? Az fontos volt, az fontos volt, és egy olyan pontos lövés volt, amivel ugye hát az első volt. Helyzetet megvert. Végén. Meg a legvégén, amikor már nem volt válasz. Utána kezdődött el ez a jó széria. Aha. És melyik volt a legszebb gól, Szabi? Hát legszebb? Hát én a Patyáit mondom. De arra szavaz. A Doki rúgott szerintem a Budaörsnek, az is szép volt. Az is szép volt, jó, hát te szerinted. Ja, igen. Jó, na akkor köszönöm szépen az interjút, kellemes karácsony ünnepeket, boldog új évet, és nagyon sok sikert kívánok a csapatnak. Viszont kívánjuk. Szia, Andi. Először is szeretnék gratulálni a munkádhoz, hiszen nagy munkát végeztél ebben az évben, és kim voltál minden Bicskei mérkőzése. Hogyan tetszettek ezek a mérkőzések, ezeknek a hangulatai? Ez így van, egyelőre csak a hazai mérkőzésekre volt szerencsém kimenni, igen? De arra készülök, hogy előbb-utóbb már az idegen mérkőzésekre is megyek, megígértem az edzőknek, igen? És azt mondják, hogy amikor én ott vagyok, akkor nyer a csapat. Na. Úgyhogy félig meddig kabalának is érzem magam. Én nagyon meg vagyok a fiúkkal elégedve. Azt gondolom, hogy ez az utolsó év, amiben már én is elég aktívan részt vettem. Meccsről meccsre egyre jobbak voltak a fiúk. Megmondom őszintén, hogy vannak kedvenceim is, és mindig nagyon drukkolok nekik. Mit szólsz ezzel a rendkívüli fejlesztésekhez? Hát most az utolsó évben én is benne voltam részben, ugye hallottam az irodában bizonyos dolgokat ezekről a fejlesztésekről. Én azt gondolom, hogy összefügg a kettő. Hát, hogy a fiúk egyre jobban játszanak, igen, az egyesület egyre jobban fejlődik, ez a kettő nem mehet egyik a másik nélkül. Így van. Jó, de hát ez köszönhető valakinek azért, azt hát mondjuk el. Természetesen köszönhető elnökünknek, elnökünk, aki szívén viseli az egész egyesület ügyét. Így van. És ahogy mondta, ugye közösségépítő szellemiség van a sportban is, a kultúrában is, ami szerintem nagyon értékelendő. Andi, köszönöm szépen az interjút, és kellemes karácsony, boldog új évet, és sok sikert csapatainknak! Köszönöm szépen, mindenkinek áldott ünnepeket kívánok, és sok sikert jövőre is! Köszönöm szépen! Köszönöm! Peti, először is gratulálok a kitüntetésedhez, a legjobb címhez! Ezt nem véletlenül azért, hogy kérdemelted! Kellettek a csapattársak is, igen? Nélkülök nem ment volna! Igen. Hogy értékeled a kispárt csapat teljesítményét? Hát az őszit? Igen. Hát szerintem nagyon alul teljesített a csapat. Tudásunknak a 15%-át mutattuk. Igen, és akkor mi várható tavaszi folytatásban? Robbanás. Robbanás? Robbanás. Első helyet, fölrobbantjuk az első helyet? Ezt itt kérem a nyilvánosság előtt, hogy erősíts meg. Úgy lesz. Úgy legyen? Úgy lesz. Köszönöm szépen az interjút, Peti, a kispárt csapatnak kellemes ünnepeket, boldog köszi új évet és nagyon sok sikert. Köszönöm szépen. Viszont egészség. Szia Attila, lassan véget ér az évzáró felnőtt csapat részére. Hogyan tudnád értékelni a VTC csapatának a 2023 őszi teljesítményét? Sziasztok, köszöntöm a nézőket. Hát mindenféleképpen eredményesnek mondanám az őszi idényünket. Sajnos lecsúsztunk a harmadik helyről az utolsó fordulóba, de szerintem ez is meglepetés egyelőre, hogy ott vagyunk a tabella élén. Vagyis hát számunkra nem meglepetés, talán a többi csapat számára nem várták, hogy ennyire erősek leszünk. Okoztunk is egy-két meglepetést, úgyhogy én azt gondolom, hogy reális cél a tavaszi szezonra, hogy a dobogó
valamelyik fokát megszerezni. Mire alapozod ezt, hogy rá is a cél? Talán a Tisztelt Patrik leigazolásával? Igen, lelőtted a poént. Igen? Igen, hát sikerült most télen leigazolni a Tisztelt Patrikot, ez egy hatalmas erősítés lesz Bicske számára. És én azt gondolom, hogy nagyon sok sérültünk volt az ősz folyamán. A tavaszi szezon kezdésre, illetve már a januári alapozásra ezek a sérültek fel fognak épülni, vissza fognak térni, és ha egy teljes kerettel tudunk neki szaladni a tavasznak, akkor ott bármi történhet. Én azt mondom, hogy még ez a 6 pont sem sok, amivel le vagyunk maradva az első helyről, úgyhogy izgalmas tavaszunk lesz. De szerinted ahhoz, hogy elérjük a te általad kitűzött célba, te el tudod képzelni az első helyet, mondjuk én is, de mi kell ahhoz? Kell egy kis erősítés még a Patikon kívül a csapat részére, te szerinted? Hát talán azért, tehát, hogy mondjam, szerintem elég erős már a csapatunk, és jó játékosok alkotják, hogy a kispadunk hosszabb legyen. Ha esetleg bármi, ami sérülés történik, vagy forma gyengülés, valakit, akkor, tehát hogy a kispadról is olyan játékos tudjon beszállni a mérkőzésbe, aki hozzá tud tenni a csapat játékához, illetve szerintem azért is nagyon fontos, hogy hosszú legyen a kispad, úgymond minőségi játékosokból, mert a többi játékost ez arra ösztönzi, hogy a jobb teljesítmény nyújtson. Tehát senki nem tud beleülni kényelmesen a kis foteljába, hogy kezdő vagyok, stabil helyen van a csapatban, hanem igenis minden posztra legyen két minőségi játékos, és akkor egy egészséges harc kerekedik ki abból, hogy ki a jobb, így mindenkinek jó teljesítmény kell nyújtani. Attila, te szerinted melyik gól volt az ősz gólja? Az ősz legnagyobb gólja, és melyik volt a legszebb gól? Hát a legfontosabb az a Soron Tibinek a Veszprém elleni 89. perc belőtt gólja. Hát a legszebb, az egy edzőmérkőzésen született szerintem a legszebb, Varga Szabinak a Budafok, az MB2-es Budafok ellen, amikor edzőmeccset játszottunk, és egy szögletet kapásból, nem is tudom, talán a 16-os sarkáról, a hosszú sarokba lőtt el magasan, és felső kapuba, oldalsó kapufa, és úgy vágodott be a kapuba a labda, szerintem ez volt a szezon gólja, de ez egy egyszerű. Attila, te több BTC2 meccset láttál, hogyan értéked a kettőt, tehát a tartalék csapatunknak az őszi szereplését? Nagyon jól kezdték a bajnokságot, az első 4 forduló után 8 ponttal álltak, aztán jött egy hullámvölgy a csapat számára, ahol nem is a játék minőségével volt a baj, tehát nem volt szerencséjük, és fiatalok még nagyon, tehát a csapat nagy része 18-19 éves fiatalokból áll, úgyhogy szerintem még a rutintalanság az, ami kiütközött ezeken a mérkőzéseken, sok mérkőzésen nem tudtak pontot szerezni. Hát aztán jött egy varázslatos utolsó forduló, ahol a második helyezett Sár Bogárd, aki egyébként bajnok aspiráns, úgy is kezdte a bajnokságot, hogy ők bajnokok szeretnének lenni, úgy is álltak, nagyon közel voltak az első helyezett Phoenixhez. Eljöttek Mányra, egy nagyon erős szél volt azon a napon, nyilván egy fél időt őket támogatta, egy fél időt minket támogatott, és egy parádés mérkőzésen a 93. percben még 0-1 volt a Sár Bogárdnak, és 2 perc alatt rúgtunk 2 gólt, megfordítottuk a mérkőzést, ami annak köszönhető, hogy a fiataljaink, én azt láttam, hogy úgy mentek ki a pályára, mint akik vért ittak, igenis meg akarták mutatni, meg akarták nyerni a meccset, és a sikerre vezetett. Attila, beszéljük már végezet a Bicskei Tigers szurkoló csapatáról, hiszen az egész ország most megismerte a Bicskét a szurkoló táborán keresztül is, és maga a csapaton keresztül is, mert egy fegyelmezett NBA-as csapatunkban jelenleg. Mit tudnám mondani, hogy a tigrisek fejlődnek létszámban a jövőt illetően? Én azt gondolom, hogy igen, egyre több anyukát, gyerekekkel látok kint ott a lelátón, egyre több, a gyerekek kérik az anyukákat, hogy jönni akarnak meccsre. Ez köszönhető annak is, hogy a csapat jól teljesít, nyerjük a, főleg a hazai meccsek, az ott nagyon jó a mérlegünk, tehát egyre többen vagyunk a lelátón, a gyerekek szeretnének jönni velünk, kicsit magunkkal ragadjuk őket is, tehát ez a millió, ez a hív, ez erre könnyű felülni, és hát én azt gondolom, hogy remélem, hogy az közeljövőben, ami az Egyesületnek egyébként a középtávú célja, hogy MB2-be jussunk,
Hát remélem, hogy egy ilyen kellemes fejtörést fognak nekünk okozni a vezetőség, a csapat, a stábtagok, hogy hogyan oldjuk meg majd, amikor Nyíregyházára, Békés Csabára, és az ország minden pontjára utaznunk el az MB2-t. Jó, hát ezt ők megoldják. Még egy kulisszatitkot árulj már el, hogy mennyi energiát használsz te föl egy-egy mérkőzésen, illetve szurkolók is, mert akkor a hangerővel szurkoltok, hogy a kamerám alig bírja ezt a hangerőt. Hát én azért elfáradok minden mérkőzésen, szerintem a szurkoló társaim nagy része. Sokszor tüdőből nem bírjuk, pedig 18 éve nem dohányzom, alkoholt nem fogyasztok, ez egyébként ritka szerintem a szurkolók részéről. Én dobolok ugye, és hát igen, azért ég az energia, de hát csináljuk, dolgozunk. Én közel 40 éve vagyok a csapat mellett, hát kisgyerekként, még Gyuri bácsi, te is voltál az edző annak idején. Ja. Kisgyerekként, és 6-8 éves korom óta vagyok a BTC-nél, és 46 vagyok, tehát közel 40 éve. Nyilván most már csak szurkolóként tudom segíteni a csapatot, de amit lehet, megteszem. Azt jól teszitek, gratulálok, és kellemes karácsony ünnepeket, boldog új évet, és nagyon sok sikert a csapatunknak és a szurkoló tábornak. Köszönöm szépen, kellemes ünnepeket kívánok én is mindenkinek, és csak a Bicske. Csak a Bicske. Köszi. Hát kedves Zoli, túl vagyunk egy évzáró ünnepségen, itt a Bicskei Tornóklub évzáróján. Mi a véleményed erről az egész pillanatról, ami lezajlott a teremben? Köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon megtiszteltetés volt, nagy megtiszteltetés volt, hogy itt tudtunk lenni. Ilyen impozáns körülmények között egy ilyen nagyon jól megszervezett évzáró vacsorán. Köszönjük szépen az elnök úrnak, az elnökségnek, hogy ilyen évzárót szervezett ide a csapatnak, a csapatoknak, a szurkolóknak, a segítőknek, a munkatársaknak, akik azt gondolom, hogy ebből a fél éves teljesítménnyel abszolút megérdemelték, hogy így legyenek köszöntve. Szóval nagyon pozitív benyomásom van erről az egész rendezvényről, eseményről, úgyhogy megtiszteltetés itt lenni, megtiszteltetés az urak, hölgyek társaságában itt lenni, és azt gondolom, hogy mindenki méltán képviselte magát ezen a szép rendezvényen. Ez egy nagyon jó karácsony. És mi a véleményed a BTC 2 és a MÁJZ 1-es csapat őszi szerepléséről? Összegezd, légy szíves, röviden! Hát, mint ahogy az előző interjúmban is, az utolsó meccs után összegeztem már egy röviden, ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Itt elindult valami a két egyesület között, ami most még nagyon gyerekcipőbe jár. Itt elhangzott az évértékelő során, hogy itt egy 5 éves terv van, arra vonatkozólag, hogy hova szeretne a BTC eljutni. Én azt gondolom, hogy ebben egy jelentős szerepet karol fel az, hogy együttműködési megállapodás kötetett a BTC és a Mányi székák között. Most ugye egyelőre az a kapcsolatban, hogy a megye egyben szerepel egy közös csapatunk, de nyilván ez kihat az utánpótlás korosztályokra is, hogy ott is segítjük egymást. Gyerekcipőbe járunk, ahogy elindultuk onnan kezdve egy 20-21-es kerettel, a menet közben tanulságokat levonva, mindenki tanult a helyzetből, hozzárakta azt, amit tudott, változtatott rajta. Elindultunk egy olyan úton, ami bizonytalan volt mindenki számára, és próbáljuk megtalálni azt a helyes utat, ami mindenki számára a célra vezető lesz. Nehéz út, a közepén vagyunk, éppen csak elindultunk, de azt gondolom, hogy ha folytatjuk ezt, és itt a vezetőséggel együtt dolgozva ezt tovább gondoljuk, és megfelelő mederbe tereljük, akkor biztos, hogy hasznos tud lenni mind a BTC, mind a Mányi Téke, és mind a körzet labdarúgása számára. És azt gondolom, hogy a BTC-nek egy vezető klubnak kell lennie itt a körzetben, és ezért is indult ez a megállapodás, mert kölcsönös volt ez a gondolat az elnök úr részéről, a Mányi Téke elnök úr részéről, a Deszeli Zoltán elnök úr részéről nyitott kapukat döngettünk, hogy olyan szintre emeljük a BTC-t ezzel együtt, a körzet labdarúgását, amiből mi Mányon is hozzá tudunk rakni ahhoz,
hogy méltán képviseljük ezt a régiót, a körzetben, az országban, a megyében, bárhol, ahol elindulunk. Zoli, mi kell ahhoz, hogy Mányon egy kicsit jobban megismerjék ezt a csapatot, és hogy nagyobb közönséggel legyen a mérkőzéseknek, hiszen egy pár meccsen voltam, elég gyérszámú közönség volt, hiszen ezért játszanak a játékosok, hogy minél nagyobb közönség előtt szerepeljenek. Valóban. Kicsit számunkra is megdöbbentő volt ez a kicsit visszaesés, sokkal több néző szokott lenni. Most lehet az időjárási tényezők sem voltak pont kedvezőek, itt azért a megyei labdarúgásnál, amikor nincsen fedett lelátó, amikor a szél az arcába csap a nézőknek, az eső szembefúj, akkor azért elég nehéz kicsalogatni a nézőket. De mi is azt látjuk, hogyha mint egy kicsit visszaesett volna a nézőszám, hogy ez miből adódik, ez hosszabb elemzést érdemel. Minden esetre azon törekszünk, tehát hogy Mányiak is be tudjanak kerülni ebbe a megye egyes keretbe. A Mányi TK-nak az utánpótlás csapatéból is tudjunk játékosokat felhozni, akik jó egyveleget képeznek utána a BTC-s játékosokkal, és ne kelljen azon gondolkodni, hogy kit rakunk be a csapatba, mert kellő merítési lehetőség lesz Mányon és Kicskén, és meg fogják szeretni ezt a csapatot. Az az igazság, hogy őszintének kell lenni. Nem sok Mányi van ebben a csapatban, viszont sok Bicskei van a csapatban. A Bicskeiek sem jönnek át Mányra, megy egyes mérkőzést nézni. Lehet, hogy jobban kell propagálnunk, lehet, hogy jobban kell hirdetnünk azt, hogy a Bicskei fiatalok, azok itt kapnak olyan játék lehetőséget, olyan felnőtt tapasztalatokat a labdarúgásról, amit később kamatoztatni tudnak. Ezzel kapcsolatban komoly átgondolás kell itt a tél folyamán, hogy tudunk ebben előrelépni. Hát részletekről megvannak elő propaganda Facebookon, vagy helyi plakátok kiragasztásával? Tudnak róla a nézők? Természetesen van ugye a Mányi TK Facebook oldala, hogy folyamatosan hirdetve vannak a mérkőzéseink, de a plakátok is ki vannak ragasztva, ugye ismerős útján, a sorsolás elkészültekor kiküldjük azoknak, nyomtatott formában is, akiknek esetleg az internet nem áll rendelkezésükre a mindennapjaikban olyan szinten, hogy folyamatosan tudják követni a mérkőzéseknek az alakulásait. Úgyhogy, de ebben is van hova fejlődünk. Azt gondolom, hogy ebben is fejlődünk kell közösen. Zoli, jelenleg, ha jól tudom, 12. helyen állunk. Tudunk-e feljebb lépni a tavasszal, mi kell ahhoz, és ki tudnál kiemelni, mint technikai vezető a csapatból, hogy az ősz folyamán egy kicsit kiemelkedőben szerepeltek? Hát ez nehéz kérdés. Az első felére a kérdésnek válaszolva biztos vagyok benne, hogy tudunk feljebb lépni a tabellán. Mi kell ahhoz? Hogy mi kell ahhoz, az egy komplexebb kérdés, én azt gondolom egy megfelelő játékos állomány. Dolgozunk ennek a kialakításán, valószínűleg lesznek érkezők a csapatba, valószínűleg lesznek ezáltal távozók is, de az ősz végére elég fokhíjas lett a keretünk, de további együttműködés, sokkal szorosabb együttműködést tervezünk, erre már ma is voltak beszélgetések az MB3-as csapattal, hogy jobb, kölcsönösen tudjuk egymást segíteni, mi is tudjuk őket segíteni játékossal, úgy van segítség vagy szükségre, illetve ők is tudnak visszaadni játékost azért, hogy az a játékos később hasznára tudjon lenni az MB3-as csapatnak. Ez az egyik része. A másik része a kérdésnek pedig, hogy miben tudunk még fejlődni? Ki tudná kiemelni az őszi teljesítmények alapján? Kiemelni. Nagyon-nagyon pozitív volt, ahogy díjazták is itt a fiatalokat, többek között ugye a Punk Szabit emelném ki, aki minden mérkőzésen első felnőtt idénye volt ennek a fiatalságnak. Nagyon-nagyon komolyan beleállt a munkába az első percből kezdve. Nyilván neki is voltak hullámegyei, hullámvölgyei, voltak jobb, voltak rosszabb mérkőzése is, de a heti edzés munkába, tanulófázisban van a srác, de nagyon pozitívan állt hozzá az egészhez. Őt mindenképpen kiemelném, hiszen meghatározó játékosa volt, végigjátszotta az egész szezont, minden meccsen kezdő volt, és talán lesokeréltük egyetlen egyszer, tehát a legjobb játékperce talán őt öltött a pályán a csapatból. Ő volt az első. Akkor a Csata Szilárd
volt az, aki a játékával, azt a minden beleadó játékával, csupa szívjátékával folyamatosan, nem hiba nélkül, de a csupa szívjátékával ellensúlyozta azokat a problémákat, amik esetleg jelentkeztek. És meg kell emelnem, ki kell emelnem még a Nagy Martint is, aki szintén díjazva lett, aki ugye nem biztos, hogy játszott annyit, de azt az alázatot, amit ő belerakott, és azt a fejlődni akarást, azt mindenképpen pozitívumként kell kiemelni. És sok olyan játékos volt, aki ilyen-olyanok miatt, tehát a Nyúl Levin is lehet látni, ugye a szerencsétlen eltiltás miatt nagyon sok meccset ki kellett, hogy hagyjon, hiszen egy abszurd helyzet miatt, hogy az IFI U19-be kiállították, és olyan időszakra tiltották el, ami a megye egybe is korlátozta őt a játékban, tehát a Levit is, és ő is bicskeiként nagyon nagy pozitívum volt a számunkra. Sok több poszton játszható játékos, nagyon intelligensen, nagyon jól állt bele ebbe az egész kérdésbe. Szeretne fejlődni, szeretné megmutatni magát a megye egyben, hogy később akár az NB3-ba is oda kerülhessen, de nagyon jó társaságot alkot a többiekkel. Jó, Zoli, végezetül mit tudnál üzenni a Mányi és a Bicskei szurkolóknak? Köszönjük szépen mindent, amit ebben az évben kaptunk tőlük, ebben az új alakuló csapatban, és kis türelmet kérünk még, de azon leszünk, hogy meghálaljuk azt a bizalmat, amit belénk vetettek, mind Bicskén, mind Mányon, és ígérjük, hogy olyan futballt szeretnénk elhozni ide Bicskére és Mányra, hogy méltán jól szórakoztasson mindenki a mérkőzéseinken, élvezhesse a vasárnap szombat délutánjait, és büszkén mehessen haza. Úgy érezze, hogy jól szórakozott, hogy ezek a srácok, akik a pályán voltak, azok mindent megtettek annak érdekében, hogy kiszolgálják a nézőket. Én azt gondolom, hogy ennél többet nem is akarhatunk itt a megyei labdarúgásban. És ha ezek meglesznek, akkor szép eredmények is lesznek majd a jövőben. Legyünk türelemmel ezekkel a fiatal srácokkal, és azt gondolom, hogy meg fogják hálálni azt a bizalmat, amit beléjük vetünk. És köszönünk szépen mindenkinek, és mindenkinek nagyon békés, boldog, áldott új évet, és boldog karácsony szeretnénk kívánni a Mányi Én is kívánok neked, és kezdek családodnak, kellemes ünnepeket, boldog ünnepeket. A te csapatunknak pedig nagyon sok sikert. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen, és sok sikert mindenkinek.